estét kívánok! Itt azért vagyok egy kicsit a képernyőn jobbra vagy balra, nem tudom, hogy szemszög kérdése. Én magamat egy kicsit a jobb felén látom, mint ahogy egyébként is jobb oldali a gondolkozásom. Ez is egy szamárság egyébként, mindegy, politikából átvett szamárság, mert az, hogy az én tulajdonképpen dupla agyféltekés, vagyis hogy mondjam, a yin és a yang, ott egybelátó, tehát a feminin és a maszkulin principiumok fontosságát és jelentőségét egységben látó ember számára, ugye, hogy jelen pillanatban éppen a politikának, a magyarországi politikának, és általában az európai politikának az a szárnya, úgymond szimpatikusabb egyelőre, amelyik magát közép-jobb oldalinak nevezi meg, de egyébként hát ők is a liberál, tehát a Fidesz a liberalizmusból jött át középre, úgymond. Tehát úgy tűnik, minthogyha, úgymond, én jobboldali gondolkozású vagyok, de nem igaz. Tehát univerzális gondolkozású vagyok, remélem én legalábbis. Ugye, hogy én ezt felfogadtam, amikor még Hamvas Bélának a műveit faltam fel egyiket a másik után, illetve kijegyzetelve, aláhúzogatva, stb. Megemésztettem, nem is egyszer, hanem 3-4-szer is elolvasva ugyanazt a könyvet. És nem egyet, hanem azt hiszem az életműnek a 80%-át, ha bár nem tudhatom, hogy még mit tudom én kéziratokban vagy itt-ott, ami még nem jelent meg, még mi van, de úgy gondolom, hogy átolvastam, és nem akárhogy, hanem így, ahogy mondtam az előbb. Tehát a szó minden értelmében is felemészve, megemésztve, feldolgozva, magamévá téve azt, amit a magamévá tettem belőle, mert nyilván, hogy teljesen más korszakokban élünk, tehát Hamvas Béla más korszakban volt 65 éves, mint én, ez világos, nem? Tehát ő még az 50-es években volt, már azt hiszem akkor töltötte a 60 évét, ha jól tudom, tehát és más technikai lehetőségekkel, és teljesen más rendszerben, és ez a legfontosabb, hogy ő szegény még kommunista rendszerben kellett élnie neki, nekem viszont már 28 évet adott az Úristen, úgymond szabad levegőből, kommunista mentes, normális életből, kommunizmus mentesből és diktatúra mentesből életből. Tehát, és más, tehát az internet, amit hozott magával, meg a számítógép technika, az, hogy horoszkopokat nagyon gyorsan lehet átállítani, az aszcendens, az időt, és akkor így lehet keresgélni, megkeresni a legpontosabb, a legmegfelelőbb ugye születési időpontot, meg lehet most már keresni, nem kell az ember egy horoszkop előállításához. Tessék elkezelni, hogy minden horoszkopot újra számítani, vagy 10-szer nem lehet, de nekem a számítógéppel nagyon könnyen lehet ezt az időpontot is kipróbálni, azt is, azt is, azt is. Tehát teljesen más, és ő nem is gyakorolt, hanem gyakorolhatott szegény asztrológiát, úgymond. Nem is tudom, hogy egyáltalán ez eszébe jutott volna. Arról viszont van tudomásom, hogy több embernek készített horoszkopot. Erről van tudomásom. Na, a lényeg az az, hogy ez a gondolkozás, tehát ő határozza meg, hogy az, aki meg akar változni, és aki boldog akar lenni, és aki egészséges akar lenni, és aki úgymond az örök létbe rendezkedik be, mert van egy ilyen címe is, hogy azt mondja, hogy ostoba, aki nem az örök létbe rendezkedik be, attól ő elvárja a transzparens egzisztenciát, tehát legalábbis azt mondja, ez az alapállás szerinte, hogy átlátható legyen az ember, gyere szíve, ez a hely itt Villának tartódott fenn, átlátható legyen, tehát ez jelenti a transzparens egzisztencia, és, bocsánat, és univerzális orientáció, tehát egyetemes tájékozódás, ugye, amit szintén az asztrológia meg tud adni,
Persze nem csak az, de még rengeteget olvasunk egyebet, és megint a televízió, és megint az internet, hogy tudományos adásokat nézhetünk, és az űrnek, ami nem űr, hanem úgy nevezik, tehát az asztrónak, a kozmosznak, mindegy, a rejtelmei meg a mikrokozmosznak, tehát az anyagban most már ugye kvantum fizikai elméleteket olvashatunk és érthetünk meg, vagy nézhetünk a tudományos adókon is. Nem másért, de szépen illusztrálva, nem már egy dolog, amikor az ember úgymond azt elolvassa valakitől, nem, egy száraz szövegbe, és más, amikor illusztrálják is a számodra ügyesen, meg személyesen az előadónak látod a gesztusait és a hanghordozását is. Tehát jobban személyesebbé válik úgymond az információ. Nos, tehát akkor, most, hogy meg is jött már Viola, akkor térjünk rá a tárgyra, mert itt arról van szó, hogy mikor miután megnéztük a múltkori felvételt vele, ami az ő újjászületéséről szólt, az ő pálfordulásáról és a nullaponton való keresztül haladásáról, ugye, akkor sajnos miért is fújt a szél, vagy miért nem ott kint vettük fel, és akkor utólag azt tapasztaltuk, hogy vagy azért, mert Viola néha nem ilyen élesen és ilyen, nem ilyen férfiasan beszél, igen, mint én, és akkor halk, és inkább nekem magyarázta a dolgot, mint sem a... Mondjad szívem, meg hogy... akkor a torkom is kapart, például sokat kellett vizet innom a felvétel közben, és a nap is erősen sütött, hát, és meleg volt. Ezt úgy annék, hogy leverném közelebb hozzá, igen? Meleg volt. Meleg volt. Ja igen, és akkor vizet kellett így áll egy csomót. Hát egy kicsit most így eltolódott az egyensúlya ennek. Valamit betehetnék ide alá. Jó. Tehát a lényeg az az, hogy újra kell vegyük azt a, szinte azt mondtam, hogy adást, mintha én is televíziós lennék, azt a felvételt, és akkor fogjunk bele. Tehát itt arról van szó, hogy Violának egy nagyon-nagyon, tehát szeszi-szer, most már az asztrológus beszél belőlem. Tehát, ahogy én ezt megtapasztaltam, 1001 horoszkopot készítve már a 25 év, 26 év alatt, ugye, és ezeknek a jó része női rendelőktől jött, úgy 90%-a, ha nem több, ugye, tehát én azt mondom, hogy amilyen karmával Viola küszködik, nem a pontos, a horoszkopból kiolvasható pontos karaktere miatt, hanem az általánossága szintjén tulajdonképpen az egész mai, hogy mondjam, nőtársadalom, vagy a női, a globális női lakóságnak a nagy része ettől szenved, ugye? Tehát, hogy neki egy ilyen karmából kellett újjászületni, amiből még csak azért is nehéz újjászületni, mert jelenleg épp a feminizmus és a liberalizmus és ezek a divatos koreszmék azok, amelyek azt mondják, hogy úgy nagyon jól van, ahogy van az ember, hogy azon nincs semmi probléma. Csak nézzük meg, hogy hova jutott ő is, annak ellenére, hogy asztrológiát ismert és metafizikát ismert, ugye, hogy milyen eléggé kényelmetlen és kellemetlen, meg éppen, hogy drámai helyzetben, sőt, még akár tragikus is válhatott volna, lehetett volna az a helyzet, amiben került, ugye annak köszönhetően, hogy nincs jól úgy, ahogy vannak, úgy általában az emberek sem, ugye, mindenki a saját maga karmájával, de főként az ilyen önérzeti, öntudati egyrészt karmával, mint amivel ő született, másrészt azzal a mélységes, úgymond, újjászületés ellenes és úgymond Isten ellenes megváltó és megváltás ellenes programmal, amit mind a halak karma jelöl, mind a skorpió, és neki a skorpiónak megfelelően 8-as házban van a halak lilitje, de egyáltalán nem kedvez neki még az még súlyosbítja a helyzetet, hogy a kínai asztrológia szerint a patkány évében született, és ez viszont az árnyékényét
Tehát azt jelzi, hogy erős árnyékénre van úgymond kilátás az ő esetében. És tehát még az sem segítette sajnos, hogy általában úgy szokott lenni, hogy az embernek általában azok a bolygók, amelyek a milyen karmája van, azok a bolygók úgymond pozitívak és erősen pozitívak szoktak lenni. Na most Violának még a Neptunja és a Jupiterje sem segített ebben, sőt azok is egy-egy karmikus alakzatnak a csúcsán állnak. Úgyhogy egyrészt érthető, hogy ebbe a helyzetbe került, illetve érthető, hogy ilyen nehézségei voltak. Másrészt nézzük meg, hogy pontosan hogyan nem segítette őt a tényleges megvilágosodásban, ugye, akkor ezt, amiről beszéltem. És akkor most már nem dumálok többet, átadom a szót, és hogyha szükség van, szívem ne félj, mert akkor kérdezek, figyelek, segítek. Valahogy meg kell találjam én is az összhangot, hogy ne is kotyogjak bele a dolgodba, ne szóljak bele, ne zavarjanak meg, de hogyha elakadsz, akkor kérdéssel vagy kiegészítéssel segítselek. Mondjad, hogyha gondolod. Tehát, hogy mondtad az előbb, hogy a koreszmeit... Igen, a koreszme, ez a feminista, liberalizmus, hát, liberalista. Nem segített, jaj, abszolút nem segített, hogy manapság az a kedves és az a jó mindennél a Szerantintóni vagy Szarantintini, vagy milyen jelentésnél is, ugye, hogy az egész egy ilyen feminin burokban, ugye egy feminin perspektívából az egész magyarországi politikai attitűd, vagy a jelenlegi, a Fidesz által diktált attitűd, úgymond, hogy az nem jó, tehát a családcentrizmus, nem jó a felelősségtudatos, a férfiasabb magatartás, ugye az igazságkimondás, az igazság követelése, ugye, hanem minden a kényelemre, és a nők legyenek minél kényelmesebbek, és minél nyugodtabbak, hogy őket nem zavarja meg semmi az élvezet vágyába, és hogy ők rendelkezhessenek a saját testükkel, ugye, hogy oda csak úgy ne kamatyoljon be, ne kerüljön be oda, még hogyha a Szentlélek akarja, még akkor se, ezt a poén nem tudtam ki, még Jézus se kerüljön bele esetleg a mélyükbe, ugye nem, hogy egyéb magzat, és így tudom, tehát, hogy ők rendelkezzenek a mélyükkel, és oda csak akkor kerülhet be magzat, amikor ők akarják, és amikor nem akarják, akkor kipucolni onnan, és így tovább. Tehát minden arra megy ki, hogy ja Istenem, nehogy az Úristen is bele tudjon egyáltalán jutni, nemhogy beleszólni, hanem bejusson az életünkbe az Úristen, és azt akarjuk, hanem úgyis ott van, és akkor annak, aki ellenszegül, annak annál is inkább a boldogtalansága az életének a következménye. Én nagyon kíváncsi vagyok, csak sajnos ilyen nem lehet csinálni, hogy olyan statisztikát és olyan felmérést, hogy a liberális gondolkozók közül hányan lettek boldogok például. Én biztos vagyok benne, hogy a jobboldaliak közül sokkal többen boldogak, mint hát úgymond a jobboldali emberek, illetve az olyanok, akik igyekeznek úgy gondolkozni, mint én. Bocsánat, na most már aztán. Tehát tisztáztam a koreszmét akkor. A koreszme, ez a feminista koreszme, ez a liberális, hogy minden, ami jó, ami kényelmes, ami élvezetes, és ami nem kerül erőfeszítésbe, és amiért nem kell felelni, stb. Hogy az a jó. Tehát a koreszme, hogy az a jónak a mércéje. Tehát az érték mérce így néz ki, hogy az a jó, ami feminin általában. Ezt, ennyit mondtam. Hát, azt nem tudom. Az biztos, hogy én úgy látom a koreszmét, vagy ami nekem szembe tűnt, hogy egyfajta, hát ilyen, amit te szoktál írni, hogy a természetnek és az ember önmagának a kizsákmányolását normálisnak tartja például, és akkor mint hogy egy emellé úgymond passzolt, és így is indult meg a feminizmus végül is ebben a, hogy ebben a materialista irányba, hogy akkor annak menjenek, csinálják a karriert, mert legalább dolgoznak, termelnek, és többet fogyasztanak, mert többet vásárolnak, és jobban nézegetik a divatos cipőket, és jobban gyűjtik őket, és a ruhákat, és
akkor ez az egész materialista szellemiségnek úgymond teljesen jól jött, és kellett a feminizmus, és akkor az egész ilyen teljesen életellenes, és teljesen spiritualitás ellenes, és teljesen nemi szerep ellenes. Tehát itt tényleg csak, és azt látom a korszellemben, hogy végülis mindenki csak arra vágyik, hogy hát anyagi szempontból meglegyenek az ő álmai tervei valósítva, olyan háza, olyan otthona legyen, amit akar, olyan autó, olyan udvar, olyan kutya, olyan macska, minden. Macskával, kutyával megy, de már, hogy olyan gyermek, az már nem mindig az megy. Az meg már nem megy. S ha van is gyermek, akkor egy is sok, ugye, igen. Az ugye, mert elég nehéz ezek. Még amíg baba, addig még elmegy, és egészséges baba, ugye, de mikor kezd nőni, és kezd egyéniséggel lenni, és kormája kezd már kibontakozni 3 éves kortól arrafelé, ugye, akkor már nem, akkor már inkább kicserélnék, mint a kutyát, csak már nem lehet. Vagy mehelyre rakni, nem lehet, hogy kell a kutyákat, sem macskákat. Igen, mondja. Hát, igen, hát ez, hogy nehéz volt nekem is rájönni, hogyha nem ez, akkor mégis ott kell élni. És hogy kell a másikkal viselkedni, és egyáltalán mi van azzal, amikor együtt kell működni, akkor az, hogy kell olyankor egyáltalán az ember hogyan álljon hozzá, nem tudom, elég nehéz megfogalmazni. Hát ami a személyiség problémás embereknek szokott probléma lenni, hogy ők szeretnék mindent elvállalni, amit csak lehet, mert bizonyítani akarnak, és ebből sok bonyodalom származik mindenkinek, mert amikor nem tudják teljesíteni, akkor mindenre és mindenkire haragszanak, csak épp abban nem gondolnak bele, hogy ők kellene teljesen másképp, hát hogy másképp megtalálják önmagukat, tehát hogy nem az az igazi én, hogy nem csak abból áll, hogy az anyagi világban mit tudok munkával ugye létrehozni, hanem sokkal többből áll az én, és hát azt is szempontul kell venni, hogy így az ember végülis egyoldalúvá válik, nem tudom nekem. Hát én azt látom, hogy én az anyai felmenőimnek is ez volt ez egy ilyen állandó életprobléma, hogy nem tudták hogy összeegyeztetni a családjukat azzal, ami bennük ilyen bizonyítási vágy volt a munkaterén. Hát ugye mondják, hogy aki túl individualista típus, az és akkor olyankor ugye nincs érzéke az embernek az emberi kapcsolatokhoz, és hát egyre hiúbbá válnak ezek az emberek végül is, tehát ebben az ambícióban, aki tűzkormás, és ebbe a materialista nézetbe beleragad, és úgymond az embert, hogyha abban nőtt fel, akkor elég könnyen elkapja később is bármilyen munkát is vállal, de elkapja az, hogy akkor kezdi tévesen értékelni magát és a többieket, a többiek munkáját, a többieknek az igényeit, és akkor ebből konfliktusok lesznek mindig. Kiben? Hát ő a személyiség problémás. Csinálja a konfliktust. Igen, jó. Konfliktust generál, igen. Mondd el szívem, hogy... Hát, hogy a másikokat kezdi zavarni. Itt szerintem az is érdekli, gondolom én, azokat, akiknek én is, még te is horoszkopot készítettünk, ugye, és készítettem rengeteg hölgynek főképpen, ugye, hogy te, aki asztrológiát tudsz,
és aki mellett ott van egy olyan férj, akitől bármikor tanácsot kérhetsz. És kérhetné, és kérhettél volna mégis, hogy tudtál egy olyan helyzetbe kerülni, amit leírtunk, hogy fogtad magad, és itt hagytad a családot, és elrohantál haza a szihalomba, hogy egy hónapra szükséged van, hogy mit tudom, összeszed magad, és aztán ki a szihalomba meg az történt, hogy e-mailben folytattuk a kommunikációt, és egy film kapcsán, amit te megnéztél, és aztán én is megnéztem, nézeteltéréseink történtek, és akkor te attól úgy begerjedtél, persze nem attól, mert az már csak a végkisülése volt a dolgoknak, az már csak a, hogy mondjam, már az utolsó szikra volt, mikor már benzinnel meg volt elve a szoba, ugye, hogy felrubbant minden, és te el akartál válni, és akkor meg én is azt mondtam, hogy hát ha te annyira akarod, akkor váljunk el, és akkor még durvább, úgymond, kölcsönös, de főleg a részedről érkező válaszkodások jöttek, és aztán meséld el, hogy hogy kerültél be, mert egy dolog, hogy ott elmondtál valamit, csak ki tudja, hogy mi, mit értenek meg abból a nézőink. Tehát, hogy kerültél ide, még egyszer a kérdés az, hogy annak ellenére, hogy asztrológus voltál, és tudtad, hogy van egy ilyen újjászületés és halál, illetve hogy meg kell halni a régi énünknek ahhoz, hogy újjá tudjunk születni, és hogy annélkül nem lehetséges a teljes boldogság, s az egészség, és neked sem az egészséget végig nem akart helyre jönni, ugye? Mondja szívem. Hát ennek az oka, egyrészt én a kormámban látom, hogy például pont olyan karmáim is vannak, tehát többszörösen önállításra hajlamos vagyok. Tehát ugye a nyilas karmáról például te röviden és frappásra már régebb is megírtad, hogy a nyilas az, aki amikor azt hiszi, hogy megfogta az Isten lábát, és aztán kiderül, hogy az ördög lábát fogja. És ugye ezt úgy számtalanszor átéltem, de kicsi, legalábbis én úgy érzem, hogy kisebb ilyen tévedésekbe, vagy önállításokba vettem észre csak magamat, vagy legalábbis azt hittem, hogy helyre hozom mindig, tehát úgy éreztem, hogy könnyű kijózanodnom azokból. És a végén kiderült, hogy nem könnyű. Igen, a végén kiderült az, hogy azért van, amit nagyon régóta nem láttam be. És ez főleg az önérzet volt, tehát az, hogy ami az én gondolkozásomban, ami a autonóm öntudat képzete volt, az végülis nem egy spirituális elképzelés volt arról, hogy mi is az az autonóm személyiség, mert tehát nagyon önkényesen képzeltem el, és sokszor úgy éreztem, hogyha nem lenne a család, hanem csak én viselhetném a következményt annak, amit teszek, amivel próbálkozok, kísérletezek, hogy akkor mennyivel könnyebb lenne minden, és és akkor így ez egy téves elképzelés volt arról, hogy mi a megoldás, mert tehát ugye spirituális szempontból és egy igazán beavatott ember, úgymond, aki tényleg át is esik azon, hogy ne legyenek ilyen önkényes és spekuláns elképzelései arról. Tehát nekem olyan a karmám is, hogy elég sok minden eszembe jut megoldásként, vagy legalábbis mindig legalább két dolog, és akkor, hogyha el is fogadom azt, amivel mondjuk veled megegyezünk, vagy amit te is jónak látsz, vagy leírtál, de amikor kudarcok érnek, akkor általában visszatérek olyankor egy másik elképzelésemhez, amiről korábban, amikor jobban meggondoltam, tudtam, vagy rájöttem arra, hogy az nem spirituális elképzelés, és nem. Csak amikor kudarcok értek, akkor mégis vissza akartam térni
azokhoz a materialistább elképzelés és önző egoistább elképzelésekhez. És tehát, hogy ennek az egésznek a megelőzése, tehát az, hogy ezt a kicsi ént, az egót, mert végül is ez az, ami az embert akadályoz abban, hogy a karma feloldása tényleg tartós és folyamatos legyen, hogy azt a kicsi ént, az egót tényleg meg kell ülni, el kell taposni, el kell hallgattatni, mert tehát annak nem ott a helye, hogy az én tudat legyen. Az csak, annak csak volt egy olyan funkciója, hogy gyermekkorban egyszerűen és primitíven legyen az ember önérvényesítő, követelő. És kamaszkorban, és még fiatalkorban is. Igen. Még nem igen. Volt baj vele. Igen, igen, ezért is voltak ugye a hagyományokban felnőtti avatási rítusok, vagy beavatási rítusok, amik a modern ember számára mindig nagyon ijesztőek, csak nem szokták megvizsgálni azt, hogy... Vagy fölöslegesnek tűnnek. Tehát ezt nem szokták megvizsgálni azt, hogy annak valami lehetett a pozitív értelme. Tehát mindenki csak megmarad a megrökönyödésnél és a spontán elítélésnél, hogy nem kell az a kegyetlenség. Csak hogy valahol ezt tényleg úgy kellene megérteni, hogy épp úgy szükséges, tehát mint ahogy amikor megszületik a gyermek, akkor is elvágják a köldökzsinórt, és azt épp úgy el lehetne ítélni, hogy kegyetlen, hiszen addig azt tartotta a életben azt a magzatot. De mivel az ugye egy olyan biológiai folyamat, amikor látjuk, hogy de szükséges, és az élet pontosan úgy megy tovább egészségesen, hogyha elválasztódik az anya és a gyermek. Ez is egy ilyen, csak épp nem magzat, vagy nem a köldökzsinórnak a elvágása, hanem elvágása annak az én tudatnak, és szétroncsolása és megsemmisítése annak az addigi primitív és nagyrészt ösztönös én tudatnak, és ahelyett kell egy tudatos én tudat és öntudat. Egy felelősségvállaló, felelősségteljes és hibabelátásra kész, nem? Igen. Elsősorban hibabelátásra kész és felelősségvállalásra kész személyiség kell, hogy megszülessen felnőtt igen, emberként. Igen. De ehhez persze, mert ez is hiányzik a liberális világban és a liberális nevelésből, hogy egyáltalán miért kell felelősséget vállalni. Tehát nyilván szüksége van az embernek ahhoz, hogy ezt a kicsi ént magába legyilkolja, megsemmisítse. Ahhoz szüksége van ahhoz, hogy tehát megkapja azt az információt, és végig gondolja, és magáival tegye, hogy mi az, amiért ő felelősséget kell vállaljon, és hogyan. Tehát mi az, ami tényleg felelős, mi a tényleg felelős magatartás. Tehát ez ugye a következményekben gondolkozása nyilván. Az ember, hogyha negatívan képzeleg, a negatív a hite, tehát úgymond abban hisz mindig, hogy inkább kudarc történik, mint sem pozitív eredmény, akkor ennek természetesen a negatív a következménye, illetve hogyha ő feldühödik, felháborodik, és azt gondolja, hogy ki lehet töltse a haragját másokon, és igazságtalankodhat, akkor ennek is persze, hogy tehát ez egy rombolás, aminek meg lesz az eredménye az emberi kapcsolataiban, vagy az egészségében is, vagy a gyermeke egészségében. És az egész sorsában. Na, most nem tudom, hogy elakadtál-e, vagy éppenséggel. Igen. Én, hogy segítsek és illusztráljam azt, amit mondtál az előbb,
Elmondom egy nagyon-nagyon-nagyon régi, de nagyon régi esetemet, úgymond már nem is tudok, hogy ki az, mi az, micsoda. Az biztos, hogy külföldön élő hölgyről van szó, úgy körülbelül már 30 éves lehetett, vagy azon túl. Horoszkópot rendelt, ilyen személyiségi karmával, már nem emlékszem, oroszlán vagy nyilas karmával, de a lényeg az az, hogy ő elmesélt nekem, miután már benne voltunk a horoszkóp értelmezésben, egy történetet annak érdekében, szóval azért is mesélt el, hogy én őt értsem meg, mint hogy én asztrológusként már nem találkoztam volna ezzel egy olyan esettel, de tényleg szemléletes volt. Az ő félelmét nevezetesen, tehát egy ilyen oroszlán, vagy nyilas, vagy mit tudom én, koskarmás ember volt, viszont rákkarmával. Most ez a hölgyike minden rákkarmás nagyjából iszonyodik attól, hogy neki bármi is kerüljön, most már viccesen mondom, de mi kerüljön egyéb, mint magzat kerüljön a hasába, a méhébe, attól is, hát ez van egy ilyen, tehát ezzel nem számolnak sem liberalizmus, sem filozófia, sem politika, senki, hogy van egy ilyen dolog, de még a pszichiátria, a pszichológus sem, nem tudnak róla, hogy automatikusan, és hogy mondjam, te voltál jelen, amikor egy hölgynek, akinek te a tarotkártyát vetett, és megláttam, oda mentem a végén én is, és ott kicsit beleszóltam, és ott társadalom, mondom, neked szíved egy nagyon kedves és nagyon Magyarországon egyetemista lányról van szó, te iszonyodsz attól, hogy neked magzat kerüljön a hasadból, éppen el nem sápad, de azonnal konfirmálta, hogy úgy van. Azonnal. Szerencsére ő akart, hogy segíthessünk rajta, tehát aki nekünk, hogy mondjam, aki velünk őszinte, annak tudunk segíteni. Na, és akkor ennek a hölgynek is, nem tudom, hogy ilyen keményen megmondtam-e azonnal neki, hogy mi a helyzet vele a rákkarmával, de elmesélt, hogy elment egy barátnőjéhez, a látogatóba, akinek babája született. És hogy mondjam, tessék elhinni, hogy úgy mondta nekem, mint hogyha bízott bennem, mint asztrológusban, hát most már barátok vagyunk, vagy hogy mondjam, tehát nagyon bizalmi kapcsolatban vagyunk, hogyha horoszkópot tárom fel neki. Úgy mesélte el, mint hogyha én vele tartanék, úgymond, tehát akkora empátia készségem lenne, hogy én ezt őt nekid meg is tudom érteni. De hát én nem kell azt érzelmileg, a megértést itt értem érzelmileg, hogy bele tudok érezni az ő szörnyűködésébe. Ha azt mondja, hát kérem szépen, hát akkor az már nem a barátnőmről szólt, azt mondja, hanem az ott minden a babáról szólt. Hogy az neki milyen rettenetes az ő lelkének, milyen rettenetes volt neki megfigyelni ezt, és elfogadni, hogy ott megszűnik tehát a kicsi én, a kicsi ego, amiről te beszéltél, ugye, a kicsi önző ego, hogy kérem, de az olyan jó pofa volt, hogy leírta, hogy az ott már nem a barátnőről szólt, minden a babáról szólt, azt került a középpontba, és az neki milyen szörnyű volt, hogy azt el sem tudja fogadni, hogy rajta kívül egy környezetbe, egy családi körbe, vagy akárhol, hogy ne róla szóljon minden, ne ő legyen a központba. Na, mondjuk ez most hirtelen így eszembe jutott, gondolom, hogy ezzel aztán, tehát erről beszéltél, nem? Hogy meg kell szűnjön. Igen. Na most itt egy kicsit kell azért még tisztázunk, mert nem vagyunk mi keleti misztikusok. Egy nagyon kedves barátnőmnek nézem a Facebook csoportját, ahol engem is meghívott nyilván, mert annak idején együtt jártunk ugyanannak a Metafizika Egyetemnek az előadásaira. És látom, hogy még mindig ugyanott vannak. Tehát még mindig a reinkarnációs, még mindig a misztikus, és a szépség, és a jóság, és a szeretet, és a stb. És közben én hátam mögött van minimum kemény 25 év, de lehet 26 gyakorló asztrológia, és teljesen más dolgokat tapasztaltam, mint amit hirdet még máig, kérem, még 30 év múlva is ugyanott vannak, ezeket a szépséges, megható rózsaszínű dolgokat, és hogy milyen szép ez a reinkarnáció, és hogy visszajövünk majd, és hogy találkozunk, és újból megpuszíjuk egymást, és egyáltalán az univerzális geometria, és milyen gyönyörű, szép
dolgok vannak, és az szeressük egymást gyerekeket, mert mind az egységbe tartozunk, és akkor ennek van mágiája. És közben én tudom, az emberekről nagyon sok horoszkopot készítvén, és azért körülnézvén a világban, tehát ilyen nagy misztikus csodabogár kozmetikusoknál is, hogy a hétköznapi élet teljesen más mutat. Tehát, hogy egyáltalán nem annyira boldogak, nem annyira realizáltak, nem annyira, hogy mondjam, tehát, hogy mondjam, elszakad és nagyon-nagyon eltér a gyakorlati, hétköznapi valóság ezek ettől a gyönyörű, szép, ezoterikus és misztikus és mit tudom én, mi nevezhetjük akár spirituálisnak is eszmekörtől. Még Hamvas Béla is benne van sajnos egy kicsit ebbe a játékba, és a Hamvas követők is, hogy olyan szépeket, olyan jóságosakat állítanak az életre, és közben a karmák szintjén majdnem úgy van, mint ahogy a materialisták állítják, hogy az élet egy kegyetlen harc. De miért harc? Hát, és meddig harc? És mitől kezdve nem harc? Tehát, és mikor van értelme a harcnak? Harcnak csak akkor van értelme, amikor a tárgyi igazság által jelzett, tárgyi valóság által jelzett igazságért van. És így tovább. Na most, a kérdés az, hogy ebben az igazságért való harcban, mert neked ez karmád, ugye, nyílas determinációval, oroszlánként, oroszlán aszcendenssel, és ha nem lenne karmád, akkor úgyis, mint életfeladatot van. Valószínűleg a halaknál is, hiszen Jupiter... Így van, a Jupiter az egy tűzbolygó, kérem szépen, azt nem szabad elfelejteni, hogy a cápa is hal, és van rengeteg ragadozó hal, nem csak a cápa, bálnák között is. A halakat szokták leginkább mocskolni, átverni, tehát a halak karmásoknak mindig vannak ilyen. Várjál csak, mert de vannak ilyen problémái, igen, de miért? Azért, mert a halakról mindenki a szelítséget, és a Jézust, mert hogy a Jézus ugye, mint Ichti, tehát a Ichtus, halak, és hogy a, igen, jelképeként a halakat választotta, és hogy a halak korszakban jöttünk, és akkor nagy misztikája van ennek az egésznek, és a halakról mindenki csak azt tudja, hogy milyen szelidek, és milyen jóságosak, és közben ott van, kérem, az asztrológiában le van írva, nem én, hát most már én is tapasztaltam, de ezért baktainál ott van, hogy a méregkeverés is hozzátartozik, meg a királygyilkosságtól elkezdve a mit tudom én, hogy is a Nérónak az anyja volt az, aki meggyilkolta Nérónak a nevelő apját, az, hogy Néróból király csinálhasson, stb. Ezek a sötét intrikák is mind a halakhoz tartoznak, a halak karmához tehát. Egy. És így tovább. Na most az a kérdésem, hogy ne menjünk félre, tehát, hogy te mindezt nagyjából azért tudván, mert most, hogy mondjam, jött egy ilyen fajta kérdés is finoman felém, azért is felénk, hogy hát az egyik tanítványa még meg is ilyet, aki nagyon közel érzi magát hozzád, de nagyon megijedt, hogy akkor, hogyha Viola így járt, akkor rá mi vár, hogy és mi történik majd vele? Hát egyrészt ugye az előbb igen? Elmondtam az, hogy karmikusan az én részemről mi a magyarázat, hogy ezt mindenki tudja azért, hogy ezt a többszörös önállítási karmát nagyon nehéz, tehát az ember... Tehát, tényleg ez hosszú, bocsi, egy kicsit hosszúdalmas feloldás. Mondjam úgy, hogy a mundér becsületét szeretném megvédeni. Tehát, hogy nem az asztrológiával van a probléma, nem az asztrológia felzőzött. Pont akkor mondani, igen? Hogy ez volt az egyik része, mert persze, tehát ez most nem, ez kikerülhetetlen, hogy elmondjam, hogy karmikusan... Tehát nyilaskormás és holakkormás vagyok, mind a kettőben ott a Jupiter, tehát a hamis információ, az ámítás, a rosszul megítélés, stb. Rossz értékhierarchia, és még kaméleon program is jelentkezik. Tehát ez háromszoros önámítási karma, tehát mondjuk ahhoz képest én úgy gondolom, hogy csaló nem lett. És itt vagyok, tehát nekem még így is nagy dolog. Igen, igen. Ez az igazság, és tehát ez a karmikus része, a másik része erre a kérdésre, hogy de miért asztrológusként, azért, mert én közben én elhagytam végül is az asztrológiát, tehát egyre inkább
kételkedtem benne, miközben a baj az volt, hogy nem volt elég kitartásom ehhez a, ennek a karmának a megoldása. Szóval nem mindig kételkedtél, mert azért készítettél felvételeket is, azok az felvételek igazak. Tehát azt mondom, mint hogy az előbben is mondtam, hogy ez az ikrek hogy működik, hogy az ember csinálja, és amikor egy-egy kudarc vagy elakadás van, akkor én úgymond ötletszerűen én akkor átértem másra, akkor jött, hogy én mást próbáljak ki, és akkor ilyen szempontból voltak ilyen ugrálások. Jajas, ilyenkor jött az, hogy kezdted kutatni megint a problémáid okát a pszichológiában és a pszichiátriában, nem? Igen, de például ez sem. Nem is volt annyira tudatos, hanem csak úgy valahogy úgy elém került a Tamás eset kapcsán, ami engem eléggé felkavart, amikor végül is teljesen kiderült, hogy kicsoda és milyen is Tamás. És akkor ott beszéltünk róla, hogy vannak ilyen tehát, hogy egy teljesen más embernek mutatkozott, miután Medárd ott hagyta, hogy ilyen sátáni játszmákba kezdett bele velünk szemben, mint Gerle Éva, ahhoz képest, hogy mennyire szimpatizáltuk, és mennyire, hogy mondjam, majd, hogy nem családtagnak fogadtuk, és úgy kezeltük. Ez azért tényleg nem volt érezhető rajta, hogy az ember találkozott vele, és beszélgetett. Ez azért az a sok minden, nem? Hát, hogy, tehát, hogy azt nem láthattuk előre, és az rázott meg téged, hogy az képest pont az ellentétévé változott, amikor Medárda elhagyta. És akkor elsősorban engem kezdett megint csak ilyen Gerle Évai hazugságokkal úgymond támadni, és cinikuskodni, és blogokat készíteni, és ilyen sötét sátán játszmákba kezdett. Beles éjszaka közepén hívogatott telefonos, igen Medárdát kitámadta az utcán, ez akkor. Igen. És akkor jöttél meg, hogy te is hasonló vagy hozzá, mert neki is ilyen halakkarmája is volt, meg a Jupiterje teljesen negatív, vagy hogy értsem ezt? Hát igen, hogy valahol az rémített meg, igen, hogy láttam benne magamat is. Értem. No, ez új, ezt még nem mondtad, legalábbis. Igen. Hát ez a liberálisan nevelt önző viselkedés, mert végülis az volt, ahogy ki akarta sajátítani Medárdát, és amikor nem hallgatott rá, akkor megsértődött. És fenyegetőzött felakasztással. Igen. Igen. Hát és hogy el is hagy, tehát hogy ott hagyta a sátroknál, meg meglátszott, hogy akkor el is hagyná, hogyha Medárda nem úgy az ő nótáját fújja, nem mondja ugyanazt, mint ő, meg ő végülis hazudozott is. Ja, és te is pont úgy elhagynál engem, hogyha nem az én nótáját fújja. Hát láttam benne, igen, hogy amikor én is válni akartam, úgy önző volt, mint ahogy ő viselkedett. Értem. És akkor ugye megnéztük azokat a leírásokat, hogy milyen a pszichopata, és hogy Tamásra az mennyire illik. És hát magamat én nem gondoltam, hogy pszichopatának, de úgy... De borderline-kórosnak, igen. Igen, igen ezek a igen, más leírások, ami szintén ilyen dűroham, meg nem tud valaki uralkodni az érzelmei. Ezek akkor úgy felkeltették az érdeklődésemet, és hát én azt hittem, hogy valami olyat tudok meg magamról végre, amivel... Én jobban tudom majd kezelni, vagy megoldani, megváltoztatni magam, mint az asztrológiával. De inkább arról van szó... Hát meg is változtattad. Hát igen. Fordítva. Igen. Fordított irányba. Igen, abban tényleg gyors eredményt elérni, rossz irányba változni. Hát igen, mert valahol azt vártam még valahol az asztrológiától, meg magamról is azt képzeltem, hogy könnyebb lesz megváltoznom, hogy nekem az könnyen fog menni. De mélyen végülis igazából nem volt hozzá elég kitartásom és öntudatom és önfegyelme. Tehát inkább az is becsapott, hogy sok minden nekem könnyen ment. Azelőtt? Igen. Hát úgy értem, könnyen, én szerettem olvasni a te metafizikai írásodat, és én úgy éreztem, hogy értem, egyet is értek vele. Tehát annyira az egészet én a magaménak éreztem. De Halmas Bélát is. Halmas Béla?
Hamvas Bélát is olvastam, igen, és hát téged sokkal jobban értettelek azért, mint ő, tehát... És úgy hát, gondoltam, hogy... Na jó, hát nálam az esztétika félre van téve nálam. Van. És azt jobban is szeretem. Nyers valóságról van szó, nem... Én a költészetet versben írom meg, nem eszékben, nem a tanulmány tanulmányokban, azt írom le, amit én tapasztaltam, és amit láttam, és ami bebizonyosodott, hogy úgy van. Igen? Igen. Tehát, hogy ez a része nekem nagyon könnyű volt megérteni, és magaménak is éreztem azt, amiket te leírtál, tehát úgymond a szellemi valóságot. Én az egész egyet is értettem, hogy úgy van, s úgy rendben van. És mit, ahogy azt mondtad is többször, hogy attól, hogy az ember megérti, nem azt jelenti, hogy meg tud vele változni. Viszont ezután, ami kellett volna belső munka, az meg nagyon nehezen ment nekem. És hát azért, mert az önérzetes ember, és akinek még kaméleon programja is van mellé, elég nehézen lesz magával szemben igazán őszinte és igazán elváró ilyen szempontból. Mert amit el is vártam, de úgymond ilyen naív elképzeléseim voltak, hogy abban könnyen meg fogok változni. Szívem, azért még tegyük ide azt is hozzá, hogy azért nem voltál te a nehézségekhez hozzászokva, az, hogy valamit nagyon véres verejtékkel érek el az életben. Hát nem. Te mondtad, hogy amilyen intelligens vagy, ezt most már én mondom, nem te. Tehát ahhoz képest, hogy mégiscsak nagyobb az értelmi kapacitásod, mint az átlagnak, nagy átlagnak, ahhoz képest elég rossz tanulócska voltál. Például igen. Mert az soha senki nem várta el tőled, nem igényeltette senki, nem kérte tőle senki, hogy legyél jobb tanuló, legyenek nagyobb eredményeid, menjél egyetemre, stb. De semmilyen területen, ugye, tehát sem gyakorlati, sem fizikai munkában, tehát mint a házi munka, sem a tanulásban, sem sportban, tehát tulajdonképpen semmiben sem. Soha. Tehát nem voltál hozzászokva a nehézségekhez, ezért... Mivel, hát, hogy, igen, ezért... hogy ez az újjászületés sem ment könnyen, nem ment könnyen, és akkor ettől megijedtél, nem? Vagy hát ettől lett... többször volt, hogy kétségbe estem, igen. Na, erről van szó. Na, még akarsz itt valamit mondani? Itt beleszóltam? Hát nem tudom, hogy kifelejtek-e valamit, igen. Akkor szerintem... Hát menjünk. Az volt ugye az alap, hogy mondjam el, hogy kerültem abba az állapot, szellemi állapotba, amiben... nyár közepén, és aztán nem tudom, hogy van-e még valami, ami hát akkor fontos. Mondd el, hogy mibe kerültél bele. Akkor, hát igen. Igen, ez a lényeg, akkor mondd el a lényeget. Igen. Hát ahogy mondod, tehát ugye ez az alapprobléma, amit éppen most itt végre úgymond röviden és tömören és lényegre törően is megfogalmaztunk, hogy emiatt, hogy azok a belső munkák, mert nem voltam szokva hozzá, és nem tudtam magamtól igazán elvárni, tehát igazán hatékony belső munkát elvárni, és annak eleget tenni. Ezért többször volt, hogy kétségbe estem, hogy kiábrándultam, vagy jön a neheztelés, ugye, vagy rád, vagy a körülményekre, vagy a sorsra. Vagy az Istenre. Istenre, igen. És amikor az ember úgymond többször vele ez megtörténik, hogy már megint kudarc, már megint, és akkor a kudarc miatt megint hibáztam, mert mást hibáztattam, és akkor talán ezek miatt is jött egy ilyen, hogy legyen könnyelműbb, és akkor itt valahol itt emiatt is fordultam el az asztrológiától, tehát azt gondoltam, amikor elmentem Magyarországra is, hogy már elegem van a mantraírási próbálkozásokból, naplózásokból, úgy éreztem, hogy én még kell valamit olvassak, biztos valamit, ami nincs meg az asztrológiában. Így jutottál el a... Igen. Az autistához. Igen. És mivel mondtad, hogy az a halak és a 12-es házhoz köthető betegség, és nekem tényleg nagyon érdekes is volt, hogy elkezdtem vele foglalkozni, aztán így, hogy nem a
ahelyett az asztrológiával foglalkoztam volna, ahelyett inkább belemettem a pszichológiába, ami végül is talajtalan, tehát ott össze-vissza mindent feltételeznek, és végül is csak maga a betegség van ott, amit úgy, ahogy megpróbálnak leírni egyáltalán, hogy mi történik a személyen. És akkor ebből az lehet, hogy nekem is csak úgy karmikusan, például a nyilas sárkányfarkammal együtt áll Uránusz, ami negatív a Merkurra, mind a kettő, hát nekem is csak ilyen téves ötleteim, elemzéseim jöttek az egész autizmusból, és hogy az alakkarmából és a szűzkarmából mit tükröz, és na, tehát végül is asztrológia és metafizika nélkül tényleg az egésszel való foglalkozásból egy őrület lett, és emiatt, hogy én ilyen autonóm módon akartam én magamat megmenteni és helyrehozni. Sőt, még egy olyan pillanatban engemet is. Igen. Tehát akkor átbillentél az őrületnek arra a részére, azt is mondjuk meg, hogy azt hitted, hogy velem van valami baj. Hát igen, az lett ebből, igen, hogy annyira meg voltam győződve, hogy most én vagyok a jó úton, és tehát te lehet veled valami igen. Nagy baj, bármi, te lebetegedhetsz. Bármikor lebetegedhetek, tönkreverem a családot. És a karmádnak a rabja vagy, igen, azt gondoltam, hogy te vagy olyan sötét karikus hatások alatt, és akkor ez mind ment így napokig, még aztán, hát az a nulla pont az úgy jött el, amikor azért, hogy én ezek mellett az elméleteim, ötleteim és új terveim mellett kitartsak, hogy végül emiatt elveszítettem a család. Hát én magam akartam, hogy akkor azért akár én el is válok és mindenről lemondok. És akkor ahogy... Ividő itt volt közben, az a közös lányunk itt igen. Volt. És akkor végül is, ahogy én hagytam magam, hogy napról napra elszerint képzelegjek, hogy emellett kitartsak, abból az lett, hogy például az érdekes volt, hogy nem volt fizikai bajom, tehát nem lettem beteg, nem fájt semmi, sem a térdem például, ami rengetegszer jelezi és dagad, például a bal térdem, ahogy hogy finoman enyhén érzem időnként, hogy befeszül. Sem a térdem, sem a torkom, nem tudom, talán még az orrom sem. Fizikailag jól voltam, és aztán viszont oda jutottam ezzel el, hogy egyre misztikusabb és őrültebb valóság értelmezéseim lettek. Mondhatjuk azt is, mint amikor az ember azt hiszi, hogy neki intuíciója van, és látja a jövőt, stb. És én már olyanokat... Vagy megvilágosodása. Igen. Tehát hamis megvilágosodások. Hamis megvilágosodás, igen. És tudtam is, hogy olyan konstelláció van, történtek is katasztrófák, azokat láttam a tévében, hogy repülő esik le, sőt, hogy egy férfi, tudom, nem az már később oda, de ott több katasztrófa is. Hát egész nyáron egy katasztrófa izé volt, rengeteg katasztrófa és, én kezdtem azt érezni tényleg, hogy valamilyen nagyon nagy apokaliptikus idők és változások és pusztulás fog jönni, és ez nekem teljesen reálisnak tűnt. És akkor ebben a szellemi szférában, vagy ezen a szellemi szinten volt az, hogy akkor azt éreztem, hogy én határon vagyok, hogy úgy érzem, hogy nekem végem lesz, és éreztem is, hogy mit nem tudnék tovább élni, és tudtam, hogy itt kell, tehát kell. Én kell döntsem, én kell most megmentsem magam, hogy abból az állapotból
visszajöjjek. Éreztem azt, tényleg, mintha nem is annyira fizikailag, tehát tényleg szabályszerűen, hogy a szellemem. Mint hogyha ami értetné, ami amitől él egy szellem, mintha az tönkre ment volna, vagy eltűnt volna benne. És ez az Istennel való kapcsolat, nem? Hát akkor biztos, nem így hogy éreztem. Az is, akkor azt éreztem, hogy a ti elvesztésetek az, ami után én nem, egyszerűen nem végül is hiába hazudtam azt végig magamnak, hogy én nekem lesz pozitív megvalósításom, hogy én majd úgy oldok inkább karmát, és úgy leszek boldog, hogyha én tőled elválok. De végül is ez egy beállítás volt, mert ahogy ez egyre valóság, tehát egyre inkább realizálódott ez, hogy ez tényleg meg fog történni, és elindultam ezen az úton. Végül is az vezetett oda, hogy azt éreztem, mintha nem lenne, amiért éljek. Tehát, és akkor tudtam, hogy ebből az állapotból vissza kell hozzam magam, mert különben ez az a nagy hamisság a liberalizmusban, hogy az ember bármikor, hogyha neki baja van, hogy akkor el lehet válni. És nekem ugye volt már jó pár párkapcsolatom, és tényleg sokszor az megoldás volt, hogy az ember ott hagyja a másikat, hogyha már túl sok a veszekedés, túl sok a sérelem, meg a csalódás egymásban. És ez folyik náluk 40-50 éves korig, és aztán utána ott maradnak magukra. Vagy mit tudom én. És családok is, tehát persze akinek gyermeke van, azokról is ugye halljuk, tehát családos emberek is válnak szét. És én is mind az volt a tudatomban, hogy de lehet az megoldás, a válás. De olyan esetben, amikor az ember tényleg nincsen arra igazán reális oka, tehát a másik őt tényleg nem akadályozza a boldogságába, a karma feloldásába, akkor az elég tragikus vétek, hogyha az ember mégis teljesen öncélúan végül is el akar válni. És például egy skorpió karmás vagy 8-as házas karmásnak ez életveszélyes is lehet, és másoknak is gondolom, hogy ha nem is életveszélyes, de nagyon nagy rombolás, mint szellemben, és aztán... Hát de miért? Mert pont azért született a világra, hogy újjászülessen pontosan abban, amitől nem tud együtt élni a többiekkel. Tehát nem az elválás. Hát igen, ezért is nagy véteg, ezért is óriási sorsvétek sok esetben. Már én nem tudhatom, de hát nyilván nagyon sokan válnak. Persze. Pont ilyen okok miatt, amik miatt én is akartam. Hát de ott van a volt feleségem. Boldogabb lett, szebb lett. Hogy néz ki most szerencsétlen, nem? Hát nem boldogabb. Egyáltalán nem boldogabb. Fizikailag, és látszik, igen. Fizikailag meg megöregedett, és Isten őriz, hogy írta neked, hogy az ő jelenlegi férje őt ezének fejős tehénnek nézi. Igen, például meg lehet nézni, nem én találom. De nagyon furcsa, igen, hogy neki is mai napig, tehát olyan sötét képzetekkel van másokról, főként gondolom a férfiakról, mert rólad biztosan. Hát persze, hogy ne. Tényleg furcsa. Na. De hát sok nő van így. Hát ő megoldotta a kérdést, és elvált, és aztán úgy folytatta az életét. Meg lehet nézni, hogy milyen életet, most hagyjuk. Lényeg az, hogy te mi történt veled ott akkor, amikor azt mondtad, hogy ez így nem megoldás, és nem... Mondtad, hogy valami darazsok jöttek, és valami mit tudom én is, azt láttad, hogy... Hát a darazs az pár nappal hamarabb, amikor én elkezdtem ezt az egész nagy harcot veled szembe, és azt gondoltam,
hogy nem kell a gerleiba harc, és hogy annak le is törlöm a nyomait, mert biztos, hogy mindenki boldogabb lesz. Igen, még Gerleivánátnak is írtál egy levelet, nem? Hogy nyugodjon meg. Csak pár üzenetet, igen. Hogy nyugodjon meg, mert le fogod törölni. Igen, igen, hogy minden megoldódik ez. Persze. Igen. És na, tehát akkor, amikor ebbe beleértem magam, akkor kezdtek megjelenni, de azért is már éjszaka égettem a villanyokat, bár ez nem kötelező, hogy akkor megjelenjenek lódarasok, de megjelentek a hátsó teraszon. És akkor, ahogy pár nap rá, amikor én éreztem, hogy mint hogyha ilyen apokalipszis készülődne a külvilágba, én azt képzeltem, akkor azt éreztem, tényleg, mintha a halál torkában lennék, anélkül, hogy beteg lettem volna, de éreztem, hogy mintha szellemben egyszerűen leállna a gépezet. Persze nem gépezet, de mintha leállna az egész, és már tényleg, mint aki már bent van a lebontóban, vagy nem tudom, és azt éreztem, hogy a fizikai és teljes megsemmisülés jön. Azt képzeltem a külvilágról is, aztán magamon is ezt éreztem. Tehát ez végülis egy olyan szellemi szintre jutottam én, ahol, ami megfelel hát végülis a megsemmisülésnek is, ennek a fajta apokalipszisnek. A nulla pontnak, ahonnan vissza kell fordulni, nem? Igen. És hát például az egy olyan képzetem volt, mint hogyha tényleg azt érezném, hogy arra gondoltam, hogy nem sokára tényleg bejönnek a darazsok, és be fognak lepni, és tehát, hogy így halok meg, erre gondoltam. És akkor éppen nem volt ott egy darázs sem, meg például nem olyan volt, mint egy paranoia, hogy az ember fél, vagy valami, tehát úgy bennem akkor már megadás volt, de mégis tudtam, hogy ez fog történni. Persze az agyom járt, vagy a szellemem dolgozott, hogy azért az élni akarás és valami isteni szikra még ott volt, hogy valahogy meg kéne mentsem magam, és hogy nem lehet, hogy annyi szép dolog, amit realizáltam, hogy az mind elveszem, hogy tehát például így idő, hogy most, hogy ne leveljem fel, főleg ott ez fájt talán legjobban, és azt mondtam, hogy nem, innen vissza kell jönni, és hogy nem engedem át magam ennek, úgymond nem engedem bele magam a végkifejletbe. A halálban mondjuk. Igen. Ki tisztán, nem? A halálban. Igen. Mert hogyha nem is fizikai halál következett volna, de erkölcsi halál az biztos, hogy következett volna. Ez így van. Igen. Ez így van, igen. Végülis ez. Spirituális, erkölcsi halál. Hát akkor, hogy mondjam, minden mindegy lett volna. Tehát egy nagy relatív világba kerültél volna akkor, nem? Igen. Igen? Igen. No. És akkor ott eldöntöttem, hogy valahogy ebbe az egészből ki kell jönnöm, és vissza kell találnom végülis a realitáshoz, mert az már nem realitás volt, amiket én akkor ott gondoltam és képzeltem, és a céljaim, az én boldogság elképzelésem sem nem volt teljes. Tehát nem volt az már reális egyáltalán. És akkor végül is felkeltem, oda le voltam térdelve az ágyban, és felkeltem, és akkor egy darabig néztem ki az ablakon, és úgy kezdtem magamnak, mint ahogy mondják, hogy mantrázni, de tényleg kezdtem magamat meggyőzni arról, hogy nem az, amiket képzeltem eddig, hogy nem úgy van, nem az a realitás, nincs apokalipszis, biztos, hogy biztonságos a világ, és megy tovább, és fogunk élni. És aztán úgy nem tudom, egy fél óra, egy óra múlva aztán ki is mentem az udvarra, és akkor ez így lassan elindult az, hogy igyekeztem mindenbe visszatérni a realitáshoz, és rájönni, hogy mi a helyes alapállás, mi lesz, mi lenne, és mi lesz a helyes alapállás
részemről is, és hogy hogyan menthetem meg végül is a kettőnk kapcsolatát és a családhoz, hogyan juthatok vissza. És akkor felhívtál telefonon engem, akkor este, nem? Felhívtál, elég este késő volt, én ki kellett menjek a konyhába, hogy a szomszédokat ne zavarjam, mert beszéltünk telefonon, s a falak nagyon áthallatszanak. Én emlékszem, és akkor aztán, akkor csak annyiról beszéltünk, hogy kész, nem vádolsz többet, és nem ítélsz el többet, és nem haragszol ránk, és stb. Stb. És aztán egy pár napra, vagy már másnap, vagy nem tudom, aztán kezdted írni, hogy visszajönni a családhoz, visszajönni a Csíkszeredába, bocsássak meg, és így tovább, nem? Hát igen. Na, és akkor most már úgy érzed, hogy nagyjából újjáépítetted magad, nem? Tehát, hogy mondjam, egy új viola. Hát, én igen, úgy érzem, igen, hogy jól sikerül. Itt van előttünk egy szép ajtó, amit Viola festett le hófehérre. Lakásba elkezdtél a házi munkával foglalkozni, nem? Hát igen. Dolgozol. Azt te első helyre tettem, igen. Ivido jár iskolába, és megy tovább az élet, nem? Hát igen. Na most én most már el kell menjek lassan. És akkor még csak azt szeretném, hogy elmondanád, és aztán zárjuk le, hogy érzed most, hogy most az asztrológiát érted-e, vagy elfogadod-e, vagy kételkedsz-e még benne, vagy hogy gondolod, hogy most már jó asztrológus leszel-e, vagy... Mert azt szokták mondani, hogy aki dudás akar lenni, annak a pokolba kell szállni. Hogy most már jártál a pokolba, tudsz-e jó asztrológus lenni, tudsz-e jó dudás lenni? Biztos, hogy jó vagyok, mint voltam. Hát én nagyon igyekszek minél inkább visszatérni. Most már érted, hogy mi a skorpió, nem csak elméletileg, és mi a skorpió szelleme, tehát a halál és az újjászületés. Hát sok mindent és így értettem meg, amit eddig csak én úgy mondom, hogy valahol egy kicsit olyan volt, mint hogyha egy művészet vagy költészet lenne. Uh-huh. Például ez is, amit mondtam, ez a nyilasnak ez a része, hogy megfogta a... Azt hiszi, hogy az Isten lábát, és közben az ördög lábát, vagy a halaknál, hogy mennyire veszélyes az, hogy idealista és naív vágyai, elképzelései vannak, és amikor azok nem teljesülnek, akkor milyen gondos tudnak? Akkor cserbenhagyóvá, és intrikussá, és kegyetlen, és érzéketlenné válik. Tehát a halakhoz is jobban értesz most már, de az ikrekhez is, nem? Igen, hát az ikreket eddig is értettem, igen. Inkább na. Nehezebb volt szerintem a halak és a nyilas. Jó, hát szerintem ez abból majd ki fog derülni, hogy ezen túl milyen felvételeket is készítünk majd megint együtt, hogy te magadtól is. Hát elég utóbb szeretnék, igen. Hát én nagyon szeretném, hogy te magadtól nélkülem készítsél felvételeket. Én tényleg úgy érzem, hogy ez a... Ahogy mondtam, hogy körülbelül tavalytól, amikor Tamásról kiderült, hogy ő kicsoda, és akkor... És egyébként is az ikrek karmám miatt túl sokat olvastam, és akartam én tájékozódni feleslegesen, és emiatt is úgymond az asztrológia elhanyagolódott. Holott az asztrológia egy olyan rendszer, amiben minden benne van. Az emberiség első tudománya. Úgy értve, hogy én azt gondoltam, hogy én kiegészítem majd, amit tudok, de igen. Ehelyett nem kiegészítés lett, hanem elnyomta az, amit... Hát de sokan mondnak, hogy pszichológiát végeztek, és bemennek az asztrológiába, és nem tudnak nagyot alkotni, nem tudnak tovább lépni, mert pontosan ez a relativizmus, és ez az idealizmus, meg nem hagyják, hogy szembenézzenek a realitással, és még maguknak sem merik beismerni a realitást, hogy nem az elmélet a fontos, hanem amit megfogtál a gyakorlati valóságban, ami megvalósult. Mert azért jöttünk ide, a Földre, azért van húsvér testünk, hogy lássuk, hogy milyen elváltozások történnek, és aki azokat az elváltozásokat, ugye, mert van egy kollégám is, vagy kettő, aki a saját testén való elváltozásokat nem képes, úgymond, szembenézni velük, hogy nem úgy kellene kinézzenek annyi évesen, ugye,
és így további betegségeit, stb. Valami elmélettel az egészet úgy másodlagossá teszi, vagy lényegtelenné tesz, és ő nyomja tovább ugyanazt a darálják, ugyanazt az idealista rózsaszínű elméleteket. Holott, hogyha megnéznéd konkrétan, ugye mint a halak esetében is, hogy sokkal mondtam is aztán, hogy sokkal többet tanultál volna, és meg is ki is mutattam neked, már nem tudom, hogy valamilyen állattal nézd meg, hogy ez az állat mit csinál, az az állat mit csinál, az miért van. Tehát az állatok tulajdonképpen nem hiába véletlenül az állatöv, az asztrológiának az alapja, mert az állatok olyan principium, hogy mondjam, olyan viselkedéseket, olyan törekvéseket, olyasmiket testesítenek meg, amit aztán a később az emberi lénybe is beépülnek pozitív és negatív tulajdonságokként. Hát nem véletlenül a pszichológia megalapító atya, ugye, a karmákat tulajdonképpen az állati regnumból átörökölt állati, minek is mondta, hogy... Hát ösztönnek. Állati ösztönöknek, igen, ösztönök szintén, az állati ösztönök munkálkodnak bennünk, közben azok nem az állatba is, hogy mondjam ez, ő még nem ismerte az analogikus gondolkozást, hogy az állatba is ugyanaz a principium működik, mint bennem, csak ne benne sokkal primitívebb szintes, sokkal leszűkítettebben, és bennem is megtalálható, és az ember meg akar valamit tudni egy konstellációnak a problémáiról, akkor nézze meg annak a konstellációnak a, hogy mondjam, a szimbolikus, mert nem egy állat, mert például a halaknál is ott van a tyúk, tehát a kínai megfelelője, a kakas és a tyúk. Meg kell nézni azt is, ugye? És akkor már jobban megérted, vagy a szüzet jobban megérted, hogyha megnézed a nyúlat is, meg a macskát is, és így tovább. Na, én azt mondom, hogy ezt így most már talán a nézőink, vagy akik követik a felvételeinket, most már tisztába kerülhettek azzal, hogy mi történt veled, és mi történt velünk, és örvenjünk, hogy csak ennyi történt, mert azzal a konstellációval, ami volt a nyáron, ami még tart, bizony még nagyobb problémák is történhettek volna. Na, hát igen, az asztrológusnak az lenne a dolga, hogy vele ne történjenek ilyen ügyek, de hát akkor téged az árnyékéned nem hagyott, sőt, az árnyékéned arra játszott, hogy te nehogy asztrológus legyél, mert ha asztrológus leszel, és vagy, akkor neki vége. Igen. Nem? Nem így van? Hát az árnyékén is, igen, és nyilván a tűzkarmának a... Jaj, a gőgje. Na még annyit itt mondjunk el, a szűzhavá... Mondja? És a kamélyon program. Igen, a szűz konstellációban vagyunk még. Hát mondjuk el azt, hogy amit felfedeztünk most ennek kapcsán is, ugye, hogy a gőg és a kevésség, mert soha nem jut eszembe, és akkor gőgöt mondok, de a kevésség, az mint karma minden konstellációban benne van. Tehát a legártatlanabbnak látszó, mit tudom, halak, vagy szűz, vagy akár melyikben is ott van, a rák, vagy a ikrek, mit tudom én, benne van. A kevésség ott van, az nem egyéb a kevésség, mint az ellenállás a megváltásnak, az antikrisztusi magatartás. Azért mondja Balco András, hogyha valakiben ott van a kevésség, az arra haragszik az Úristen, mert elfoglalja a helyét, és nem szereti, hogy az Úristen, hogyha a helyét elfoglalják, bármilyen, mint a mi lelkünkben. Na most már kérem szépen, tehát a középkorban még csak 7 bolygóval, 7 fő negatív tulajdonsággal tehát számoltak, nem 10-zel, és azért neveztek meg 7 főbűnt, de szerintem 10 főbűn van, és mindegyiket elsősorban a kevésségből eredeztették, ugye, mert azt mondják a középkori misztikusok, hogy 7 főbűn van, de a többi na most nagyon kell vigyázni a kevésségre, mi a legveszélyesebb. És főleg, hogyha az árnyékén is még ügyesen hatalmába vesz is, egy intelligens emberről van szó, még ügyesen elméletekkel meg tudja magyarázni magának, hogy miért van az úgy, ami nincs, mint hogy most már nem tudom kihagyni, és ezzel befejezzük, a Sorrentini, úgy mondják, a Sorrentini. Sorrentini. Pedig a szarról eszembe juthatna, mert egy olyan szarmunkát csináltak, hogy nem igaz, de ez a legkevesebb, ugye? Hogy kérem szépen,
felnőtt komoly emberek, akik azt mondják, hogy nemzetek fölött határoznak, és tehát nemzetek fölötti intelligenciával kellene rendelkezzenek, fikciókat, fantazmagóriákat, tehát nem létező dolgokat állítanak, azt használják fel argumentumként az ők hazug állításaikat, és annak alapján még ráadásul azt is állítják, hogy annak a népnek az érdekében jelen pillanatban Magyarországnak a név, mert ők meg kell, hogy védjék Magyarország népét attól, amit Magyarország népével művel ez a gonosz Orbán Viktor és a Fidesz, mert ők úgy látják. És mit látnak? Amiket te láttál akkor, amikor... Jó, de te egy sajátos helyzetbe kerültél, de ezek... Nekem az jut eszembe, most hirtelen ezzel tényleg befejeztem, hogy felmérést készítettek, hogy a vizeletből meg lehetett, egy házból kifolyó vizeletből meg lehet állapítani, hogy drogot használnak-e a benne lakók. Mondjuk van egy falusi ház, vagy egy vidéki ház, csak... És a parlament, az EU parlamentből kifolyó izéből, és kiderítették, hogy 80%-uk drogozik. Aha. Úgyhogy nem csodálkozom. És ezek a materialisták, ezek a metafizikát, asztrológiát, spiritualitást nem ismerő elítélő emberek. Jó van? Rendben van? Rendben. Elmondtál mindent, szívem? Még nyomja valami a lelkedet? Hát a gőgről még talán annyit, hogy a gőgnek szerintem, ami legrosszabbat művel a gőg, az azt szerintem, hogy gátolja a gondolkodást. Hát persze, az egyértelmű. Valahol ez a legrosszabb, ez legrosszabbat az ember, hogy azt gondolja, a gőgös ember. Azt gondolja, hogy még mindig jobb dolog vállalni a gőgöt, vagy a kevésséget, mint vállalni más hibákat. Tudod, a dolog fordítva van, hogy inkább egyedül a gőg az, amit ne érezzen vállalhatónak az ember, és ne engedje meg magának, és inkább vállalja fel a többit. Azt, hogyha figyelmetlen volt, félreértett valamit, rosszul értelmezett, igen, lusta volt, stb. Jó. Ez egy meghúzás szerintem. Így van, ez nagyon jó, amit most mondtál. Igen. Most a végén ezt meg kell jegyezni. Mindenkinek, mindenkinek ajánlom. Ha készített asztrologizét... Valahogy el kell kezdeni, és eddig még én sem tudtam, hogy mi van. Hogy lehet igazán nekifogni, hogy tényleg tartósan és hatékonyan, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy az ember fogadja azt meg, hogy azt nem engedi meg a hogy is mondják, az arrogáns, a gőgös, a kevés viselkedés, reakciót. Kacikástól. És inkább szokjon hozzá, hogy inkább az összes többi hibáját vállalja fel, csak azt az egyet nem kell, és akkor a többit is majd fel lehet oldani elég sokkal könnyebben. Így van. Könnyebben. Még én is tanultam most ebből a felvételt. Köszönöm szépen! Viszlát!